Magyarország és Lengyelország nemmel szavazott az Európai Bizottság földgázfogyasztás csökkentésére vonatkozó újabb tervezetére Brüsszelben. Szijártó Péter az energiaminiszteri tanácsülése után beszámolt arról, hogy a bizottság a korábbi 15%-os földgázcsökkentést javasló rendeletét meghosszabbítaná a nyárra is, amivel a tagállamoktól venne el újra hatásköröket Balázs folytatja vendégével. És jól átbeszéljük majd a részleteket, itt van már velünk Tóth Máté, energia energiajogász, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Tavaly ugye már született egy ilyen, ilyen rendelet, eh, akkor is a lengyel és magyar tiltakozás ellenére eh, egyébként, de ez a mostani annál is veszélyesebb, ezt mondta Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter, miért, mit okozhat ez, milyen problémákat okozhat ez, akár mondjuk Magyarország vagy Lengyelország tekintetében? Igen, nem véletlen van déjavú érzésünk, mert hogy <coughs> ilyen rendelet már született egy a téli időszakra, és most a nyári időszakra akar ilyet a, 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 az Európai Tanács, illetve a Bizottság annak a kezdeményezés jött. Hát ezzel legalább négy probléma van, kettő gazdasági, kettő jogi. Ami a gazdasági illeti az az, hogy, hogy egy alapvetően, téves feltevésből indul ki, abból, hogy az a kegyelmi állapot, amiben most ezen a télen voltunk, ez a szerencsés csillagállás, ez örökké tart. Az, hogy ilyen enyhe volt a tél, az, hogy ilyen ilyen, ilyen szerencsés állapotok voltak, az, az nem fog örökké tartani. Azt látjuk a kimutatásokból, hogy kimondottan annak köszönhető Európának az a szerencsés helyzet, hogy nem omlott össze a gázellátása télen, hogy az időjárás Jó idő volt. volt hozzánk. Egyrészt, másrészt pedig, hogy hogy az ipari felhasználás csökkent, ami pedig már önmagában egy elég veszélyes tendenciát mutat, mert hogy az, hogy azt sejteti, hogy esetleg az ipari termelékenység is csökkent az utóbbi időszakban. Tehát ezek nagyon fals feltevések, azt gondolom, hogy ez mindig is így lesz. Ráadásul Ugye olyan új tényezők lépnek most be, már beléptek, tehát igazából a jelen idő a helyes, hogy hogy Kínának növekszik a, a, a gázigénye világszerte, ami el fogja szívni a rendelkezésre álló kapacitásokat. Ha már, már Kínát említi, bocsánat, és a gazdasági vonatkozásokat, ugye ha megnézzük, a gáz ára most Európában a hétszerese, mint Amerikában a villamos energia ára pedig háromszorosan, mint Kínában. Szóval azt mondta a miniszter úr egyébként, Szijjártó miniszter úr Büsszelben ma, hogy itt az ára is ez nem biztos, hogy ez a javaslat vagy rendelet jó hatással lenne. Pontosan, és egyébként ez a második gazdasági természetű komment, ami ide tartozik, hogy a versenyképességet rontja le nagyon. Ráadásul a nyári időszakra vonatkozik ugye ez a kötelező 15%-os gázfogyasztás csökkentési rendelet rendelettervezet, és a nyári időszak, hát ugye tudjuk télen fűtünk, az adja magát, nyáron csak az ipar van. Tehát, hogyha valaki nyáron akar gázfelhasználást csökkenteni, akkor az az ipar gázfelhasználását vonja el, és megint csak a versenyképességet csökkenti, már pedig pontosan azt látjuk, hogy jelenleg minden Keleten versenyképesebb körülmények vannak, mint pedig, ami nekünk Európában nagyon jelentő szempont. Az Egyesült Államok lényegesen jobb versenykörnyezetet teremt a, a, az ipari termelésnek. Ugye látjuk, hogy valóban 5-7-szeres a, a, a gázár különbség Amerika javára, de emellett is olyan incentivákkal vonják el az európai technológiát, a zöld gazdaságból a forrásokat, amire korábban nem volt példa. Tehát nagyon nagyon látványos az átrendeződés, és emellett ugye van két, két jogi probléma is, mind a kettő. Következik egyébként a, a hírből is. Ezt akartam mondani, gondolom az egyik arra gondol, amit a, amiről a miniszter úr is beszélt, hogy lopakodó módon veszel jogokat a nemzetállamoktól. Magyarul ugye a gáz vagy az energiafelhasználás, az energiamix kérdése az nemzeti hatáskörnek kéne, legalábbis az alapszerződések szerint, ha jól tudom, az Európai Unión belül. Tehát ebben nem nagyon szólhatna bele központilag az Unió vezetése. Pontosan így van, tehát megint a tagállamoktól lopnak hatáskört, újra és újra ugye ezeket a próbálkozásokat. De látjuk. miért vajon? Ebben azért látunk egy olyan trendet, és ez nem most kezdődött, és nem is a háborúval kezdődött, hogy a, 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 a brüsszeli központ az igyekszik megteremteni a saját ö, szuverenitását és legitimitását, amit kizárólag a tagállamok rovására tud megtenni. Ez már az Energia Uniónak nevezett koncepcióval zajlik egy, egy ideje, egy évtizede, és egy egy nagyobb sebességre kapcsolt, amióta ugye a háború okán ürügyén Brüsszel beleavatkozik a tagállamok gazdasági folyamataiba. Ez ugye elképesztően veszélyes a valóban megosztott hatáskörbe tartozó energiapolitikák szempontjából, az Európai Unió működéséről szóló szerződés alapján. Ugye az, hogy egy tagállam hogy alakítja az energiamixét, de hogyan alakítja a gazdasága szerkezetét, az ugye egy, egy nemzeti szuverenitási kérdés. Hát a talajt rántja ki ez alól az, hogyha Brüsszel a mi ipari termelésünket rendeli kötelezően csökkenteni. A másik fele meg, amit szintén érdemes mögé hogy, hogy nem csak a tagállami szuverenitást rombolja Brüsszel egy ilyen javaslattal, hanem a Első döntési folyamatokat is erodálja, mert hogy ez a, ez a nagyon átfogó és az egész Európai Unió működését érintő döntés, ez tipikusan egy egyhangúságot igénylő döntés kellene, hogy legyen. És pontosan az történt már ennek a a korábbi az előzmény rendeletével is nyáron, ennek a bizonyos fogyasztáscsökkentési gázrendeletnek, ami most ugye egy újabb fordulóban, újabb fél évre napi renden van, hogy alacsonyabb szinten nyomták át a magyar és a lengyel ellenállás ellenére, ami teljes mértékben az európai döntéshozatalnak, a szerződés szerinti mechanizmusoknak a semmi bevétele. Magyarul egyhangú döntésre lett volna szükség, de ez nem így volt, és ennek lett hogy a következménye, van. hogy a lengyelek az Európai Bírósághoz fordultak, amihez, mármint a perhez, Magyarország is csatlakozott. Ennek lehet valamilyen, bármilyen eredménye, vagy egyáltalán mikor lehet ennek, ha lesz eredménye? Évekig eltart egy ilyen per. Én magam is vettem részt ilyen ilyen európai bírósági felúvizsgálataiban, bizottsági határozatoknak is, mindennek más egyébként az időhorizontja, de ez egyébként már már régen rossz, tehát hogy évek múlva milyen milyen eredménye lesz. A trendek, a hatások azok ugye most jelentkeznek, és azok egyértelműen pont a, a jogbiztonság, a kiszámítható döntéshozattal, tehát olyan területeket érinti a vetnek fel, amiket tipikusan Magyarországnak szeretnek neki szegezni, ugye a jogállamisági aggályok. Hát mi jogállamisági vagy jogbiztonsági aggály, ha nem az, hogy nem úgy születik meg egy döntés, egy magas szintű döntés, ahogy kellene az alapszerződések alapján. Tehát nagyon-nagyon rossz trendeket mutat ez a, ez, a, ez a, bizottsági, illetve tanácsi határozat tervezet, ami most az asztalra került. Picit beszél még a nukleáris energiáról. A mai brüsszeli sajtótájékoztatón Sziártó miniszter úr cáfolta azt a rosszatomak, kapcsolatos a rosszatom és Magyarország közötti ö, negatív híreket, hogy nem lesz olyan együttműködés, amelyről korábban szó volt, és megerősített, hogy valóban a francia franatommal, a Pax 2 irányító rendszerével kapcsolatban lesz egy bővebb együttműködés, de ez nem a rosszatom rovására. Hogy kell ezt az egész ügyet értelmezni? Azt látjuk, hogy van egy nagyon jelentős nukleáris reneszánsz a világban. Nagyon sok atomerőmű épül. Hát a franciák Európában tudnának beszélni el, vagy mesélni most erről? Abszolút, a franciák különösen jól állnak ebben a pozícióban. Nem véletlen, hogy, hogy Európa szerte összeállt ugye, egy, egy ilyen nukleáris koalíció, gyakorlatilag egy együttműködés a józanabb tagállamok között. Európában egyébként Európa villamosenge termelésének a negyedét, 25%-át nukleáris atomerővek termelik, ami nagyon nagy arány. Tehát nem csak Magyarországon van ennek jelentősége. 103 működő blokk van Európában, és 7 ország jelenleg is tervez a józanabb tagállamok érzékelik ezt, és francia vezetéssel összeállt egy ilyen koalíció, 12 tagállam, no a 13 tagállamban van nukleáris technológia, de hát a németek ebben nem akarnak részt venni kicsit, hát a németek ilyen furcsák, ugye megszoktuk már olyanok, mint az a fiú, aki lánynak gondolja magát, ők nem gondolják, hogy a saját nukleáris termelésük az bármilyen lépést igényelne, ő bajuk. Viszont Ugye Magyarországnak is életbe vágó ez, tehát Magyarországnak is meg kell találni ebbe a, a, a helyét, és ez ugye a, a Paks 2 beruházás az egy kulcs, tehát Magyarország termelése a jövőbeli energiafüggetlensége szempontjából elengedhetetlen, és nincsenek olyan ö, folyamatok, ami, ami valamilyen módon is ezt, ezt a leállás eredményezni, ellenkezőleg, tehát ezekkel a... a a hírek ellentétben pont azt szolgálja jelenleg is a Fromatom nagyobb bevonása, hogy a, a két német zöld miniszter által blokkolt ő, Siemens Fromatom közös szállítás, illetve közös szerződésszerű teljesítés szükségesé tevő vezérületség leszállítás, azt, azt teljesíteni lehessen, és ne akadályozza meg a, a projektet ö, ilyen módon. A két német miniszter ugye a külügyminisztert értve ez alatt, Anna Lénát, aki ugye hadban áll Oroszországgal, illetve a Robert Habeket, a gazdasági minisztert, akinek meg nem kell orosz gáz, noha 70 milliárd köbméter hiányozni fog a gazdaságból. Ezt kerüli ki Magyarország azzal, hogy a Fromatommal, a Siemens kiesésével pótolja ezeket a hiátusokat. Tóth Máté, köszönjük szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen, Léni.